Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallax is, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Mai filmünk 2061-ben játszódik, amikor egy magántőkéből finanszírozott űrhajó indul a Jupiter egyik holdjára, az Európára, hogy a lehetséges élet nyomait kutassa. Az űrhajó egy napkitörés során elveszíti kommunikációs kapcsolatát a Földdel, a holdhoz közeledve pedig egy hőáramlat eltéríti az egységet az eredetileg kijelölt leszállási helyétől. Ez a 2013-ban készült alkotás az Európa rejtély. Ez lesz a mai témánk. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 89. része, a mikrofonnál Pécsi Géza. Köszöntöm állandó beszélgető társaimat, elsőként Vince Miklós. -t. Szia, Miki! Sziasztok, sziasztok! És itt van velünk Barkóci Norbi, és szia, Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Ugye, aki követi az élő streamet, az láthatja, hogy Norbinak ilyen igazi magyaros bajsza lett, ami felfelé áll, mint a magyar a szarva. <laughs> Mesélj már nekünk erről, Norbi, egy kicsit. Um, hát, azt nem tudom, hogy említettem már itt a Parallaxis Podcast keretében, hogy az egyik kedvenc képregényes karakterem Wolverine, Rozsomák, és nem Farkas című X-Men főszereplő, és neki van egy hatalmas szakálla, úgyhogy most én elkezdtem át, átváltozni és hasonlítani rá zárója bezárva a hülyességet, nem, igazából csak az most így, így, így maradt, nem volt rá időm, meg kedvem úgy igazából levágni, meg lesz mostanában családon belül esküvő, úgyhogy így is úgy is hogy el kell, hogy menjek, egy hajvágásra, meg ilyesmire, úgyhogy majd akkor addig meg hagyd nőjön, lesz mit levágni. Még annyit hagyd mondjak el, hogy ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, és premier előtti tartalmaként, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért fizessetek elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül, ahol most egy speciális támogatói csomagot is találtak, ami egy ilyen csökkentett verzió. Azon támogatóink, akik pedig itt vannak velünk az élőadás felvétele során, a cseten keresztül szóljatok bele, kérdezzetek, írjátok be, hogyha olyan valótlant állít bárki, hogy az szinte már a vérmásokatokat is fölviszi de nem csak támogatóink élvezhetik az élőadás varázsát, uh, hamarosan ugyanis bárki részese lehet a parallaxis élménynek, ugyanis július 31-én hétfőn 17 és 19 óra között a Men in Black Sötét Zsarú című filmről beszélgetünk majd, egy mindenki számára elérhető YouTube stream során. Érdemes lesz tehát akkor is velünk tartani, hiszen az utta bárki beleszólhat majd a műsorba, vagy kérdezhet, vagy elmondhatja a vélemény. Vagy véleményt nyilváníthat, ugye, mert, mert hát... <laughs> uh, igen, mondjuk hogy a... az miért is nem úgy van. Ha, így van. Hát azért a Men in Black azért ott az egy, az, az egy jó lehetőség lesz erre, tehát azért szerintem arról mindenkinek megvan a vélemény. És hogy ezt a, ezt a filmet Rakéta Füst kolléga ajánlotta, nem így van? Majdnem így van. Amit ő ajánlotta, az végül azzal a szöveggel lett leszavazva, hogy az túl régi film, úgyhogy. úgyhogy ja, igen, úgyhogy igen. Végül nem. Én neki ezt a filmet egyelőre még nem mutattam meg, pedig szerintem most, hogy így mondod, teljes egészében. Mi lett volna, ha megszavaztuk volna? Az a rövid zárlat lett volna. Egyszer majd talán kibeszéljük, csak nem egy ilyen live keretében, mert hát azért. Nem tudom, ti, ti tudjátok egyáltalán mi az a film, a rövid zárlat? Illetve van kettő második része is, az ötös robot él, ilyenek annak benne. Azt nem tudom, hogy vannak folytatásai, de az eredeti gyerekkoromban azt azt láttam. Úgy, hogy... Egy folytatása van, a harmadik ja. része, sose készült el. Uh -huh. Nem így a Men in Black esetében, úgyhogy ha Men in Black vágányra egyszer rálépünk, akkor azért ott azon végig tudunk menni egyszer rendesen. Csak majd nehéz lesz benne tudományt találni, de szerintem menni fog. Ha más nem, akkor a White szembe biztos, hogy ki fogjuk ezt a filmet beszélni. Figyelj, de, de, mindent ki lehet. Tehát nézd, volt ilyen már, hogy a reszkessetek betörők fizikája, meg a Tom és Jerry fizikája, tehát ezek után bármit. Hát ez, 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 ez teljesen rendben van. <laughs> Viszont egy másik dolog, hogyha hogy már így kezdjünk ráhangolódni a filmre, Láttam egy kiírásodat, ki a Facebookon, hogy ugye van elméletileg egy ilyen kezdeményezés, hogy Message in a Battle, tehát Palack Posta, hogy ez az Európa Clipper, ami 2021. októberében indulna az Európa, Jupiter Európa holdjára, és ugye itt a NASA-nál be lehet írni a nevedet, hogy ez az eszköz, 2030-ban fog odaérni. Erről mesélj már nekünk egy kicsit, hogy ez... Ez egy, ez egy rohadt izgalmas küldetés, de egyébként a NASA az már hagyományt csinál a 90-es évek vége óta abból, hogy valóban az interneten keresztül fel lehet iratkozni az űrszondákra, ami konkrétan tényleg annyit jelent, hogy, hogy most már egyébként ilyen elektronmikroszkoppal látható elektronnyalábbal, tehát egy nagyon pici, néhány molekulányi, na jó, annál azért nagyobb, de iciri piciri kis a emberi hajszál vastagságú betűkkel ilyen kis szilícium korongokra ráírják a nevedet. Régebben amúgy CD-lemezen, vagy CD-n vitték el a szerencsés feliratkozók nevét. Most már ugye a, a múr törvénynek köszönhetően gyakorlatilag nincs limit. Tehát én emlékszem, hogy 90-es években még igyekezni kellett, mert a Mars Polar Lander, ami az első olyan volt, amire fel lehetett iratkozni, és amit egyébként csúnyán oda csaptak a Marsra, de azért a CD az odaért, csak az űrszonda nem működött, szóval mindegy. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ott körülbelül azt hiszem százezer név fért rá. Tehát annyi, tehát ott betelt. Most gyakorlatilag ez nincs, egy idő limit van, tehát a NASA gyűjti a neveket, tehát aki akarja, hogy a neve eljusson az Európához, amiről a mai adásban rengeteget fogunk beszélni, ami a Jupiter egyik potenciálisan életet hordozó holdja, akkor ez az európa.nasa.gov-on feliratkozhat. A küldetés az tényleg az, amit mondasz, 2030-ba fog odaérni, egy nagy Falcon Heavy rakétával indul jövő októberben. Ez hogy is mondjam? Hát ez szerintem könnyen lett, hogy, hogy hát az űrkorszak történetének egyik legfontosabb küldetésévé válhat, hiszen ennek az a feladat, hogy sokszor elrepüljön az Európa mellett, miközben a Jupiter körül kering. Nagyon fontos, hogy nem száll le az Európára, de még csak nem is el fog az Európa körül keringeni, mert az Európát annyira védik, azt nem akarják, hogy egyáltalán még akár véletlenül ráessen az űrsonda. Úgyhogy. Helyett azt találták ki, hogy úgy kering a szonda Jupiter körül, hogy sokszor elrepül közel az Európához, az Európa mellett, és közben nagyon nagy felbontású képeket csinál, amint talán észrevehetünk valami olyan gyanúsat, mint amiről a mai filmünk szól. Beszéljünk is erről az Európáról. Tehát ugye ez egy, ez, ez egy a Jupiter olgyak közül. Rengeteg, tehát nehéz ezt követni, mert a Jupiternek, ha tisztességesen össze akarod számolni, hogy hány holdja van, akkor jelen pillanatban már azt hiszem, hogy egy három számra volna ahhoz szükség. A Jupiternek olyan bazi nagy holdjai vannak, ott van például a Ganymedes, talán a legnagyobb hold a naprendszerben, az nagyobb, mint a Merkur, képzeld el. Tehát a mérete, méretét tekintve, méretét tekintve, méretet tekintve ennek minden joga meg lenne, hogy bolygó legyen. Tehát geológus, geológiai értelemben ezek világok, tényleg bolygók, Mondjuk az Európa az speciál pont nem ilyen bazin nagy, az Európa az kicsit kisebb, mint a mi holdunk, de, igen, de a, igen, de a, lényeg az, hogy ez nem egy méret kritérium, hanem egy mozgásforma. Tehát akkor akármilyen nagy is a cucc, hogyha egy még nagyobb bolygó körül kering, ami viszont nem kering annál még nagyobb bolygó körül, hanem a nap körül kering, akkor az egy hold. Négy olyan holdja van, ami ilyen marha nagy. Tehát sok-sok kicsi holdja van a Jupiternek, de négy olyan nagy, hogy ezt már Galilei felfedezte a 17. században, és ezek közül az egyik az Európa. Amúgy most már nézem, a jelen állás szerint, a három szám, amikor azt mondta, hogy három számjegyű, picit, még egyelőre alá lőttem, jelenleg 95 holdját ismerik a Jupiternek, képzeld el. És ez is egy, egyébként, ez igaz, hogy a Földnek is van, egy, van a holdtól egy kicsit, vagyis van egy nagyon pici holdja a Holdon kívül? Hát ez egy furcsa dolog, mert itt igazából nem olyan klasszikus értelemben vett holdacskákról van szó, ami bor rendesen tisztességesen a Föld körül kering, de van egy-néhány egy olyan aszteroida, ami a föld, Földhöz kötött pályán kering. Hát uh -huh. az inkább egy szokolébresztős téma, hogy ez mit is jelent valóságban, de hasonlóan módon van kötve a Földhöz, mint mondjuk, a, mit tudom én, a James Webb bűrtávcső, ugye, ami szintén nem mondható, hogy a Föld körül kering, de egy olyan különleges pontján van a naprendszernek, ami mindig a Földdel együtt mozog. Na hát ilyen helyek vannak, Lagrange pontoknak hívják ezeket, és hát, bonyolult. A naprendszeren belül átérünk a, az Európához. Kicsit kisebb, mint a Hold, és ugye jég fedi ugye az egész. De nem is ez benne a durva, tehát kisebb, mint a Hold, de több folyékony víz van rajta, mint a Földön. Ami úgy jön össze, hogy a teteje az valóban jég, de csak a teteje. És alatta a jelenlegi legjobb becslések szerint van egy 100 km vastag óceán. Most ezt vesd össze a földi óceánokkal, amik olyan átlagosan 5 km vastag. A van az, hogy hiába ilyen pici, hogyha félbevágnád az Európát, a a akkor a földi Európát, tehát a mi kontinensünket se tudnál letakarni ugye akkor a, de ehhez képest a benne levő víz ebben a 100 km vastag bucánban az több, mint a földi teljes vízkészlet. És, ez, és, ezt, ugye ezt honnan tudják, hogy ez víz? Hmm, ez nagyon jó kérdés. Hát azért szerencsére már meglátogatták az űrszondák. Például eléggé sokszor elrepült mellette a Galileo nevű űrszonda, a 90-es években, amit szintén a Jupiter körül keringett. És hát azon vannak spektrométerek. Sőt, mi több, már azt is tudjuk, hogy néha a víz az így feltör, és például a Hubble űrtávcső is csinált olyan felvételt, hogy a, nem is a fénykép a lényeg, hanem hogy a színképelemzésből ki lehet következtetni, milyen anyagokból állnak ezek a cuccok, és bizony egy, egy feltörő, szökőkutyszerűen feltörő vízoszlopot is már láttak. És meg lehetett mérni, és lehet tudni, hogy hát ez bizony a víz. És arra lehet következtetni, hogy a jég alatt mondjuk tehát ez a négy fokos víz van, mert ugye ezt, ezt mondják, hogy négy fokon a leg nagyobb a sűrűsége ugye a víznek. Még annál is melegebb kell, hogy legyen, ugyanis az a vicces, és egyébként azért tud egyáltalán folyékony maradni, mert ugye amúgy a Jupiter az Rohat messze van ám, és az Európa is, tehát hogyha azt számolod ki, hogy a napból mennyi meleg jut oda, akkor az egésznek csontig be kéne fagynia. Tehát egyszerűen olyan kevés az oda jutó napfény, hogy az úgymond lakhatósági zónán messze kívül van, ami azt jelenti, hogy nem illene ilyen messze a naptól például folyékony víznek lenni. Viszont ne feledjük el, hogy ez a Jupiter körül kering, és a Jupiternek van egy iszonyatos erős árapály hatása, és ez az árapály hatás ez egy fűtőtestként viselkedik, és ez olvadt állapotban tudja tartani ezt a vastag ugyanúgy, ahogy az Io holdon, Hold ami még közelebb van a Jupiterhez, ott meg működő vulkánokat tud fenntartani ilyenek vannak, és ez, de ez mind, ebbe, mind, a Jupiter gravitációja ezért a felelős. Nekem a kedvenc sztorim a, a Juno mission, vagy a J Juno uh, küldetés az egyik ilyen kedvenc sztorim, ebből is mutatja a názásoknak, hogy humorérzékük is azért van. Ugye ott ugye a sztori mögött az volt, ugye, ugye a görög mitológiából ismert ugye Jupiter, és ugye az ő hát, szeretőit, a holgyai a szerető után kapták a nevüket, és hát ugye ő meg a felesége volt Juno, és utána küldték kémkedni kicsit a felség után. szent a szenzációs. Én imádom az ilyen, az ilyen náza humort. Igen. Igen, ez, ez, ezt akartam csak mondani, hogy bocsi, hogy Norbi most nem tudsz beszélni, csak faggatom most ha. itt a, itt a Még, még egy olyan kérdésem lenne, hogy ezt azt tudni, hogy most a, tehát az Európán levő víz, az sós víz, vagy édes víz? Hát figyelj, nagyon jót kérdeztél, erre én nem tudok válaszolni. Ebből nem készültem föl. De azt el tudom mondani, hogy egyáltalán, hogy, hogy honnan gondoljuk, hogy van ez a tenger azt most nem mondom el, azt is el tudnám mondani, de ezt most direkt nem mondom el, hogy honnan tudjuk, hogy 100 km magas kell, valami vastag, ezt kell, kell, hagyni máskorra is, de hogy konkrétan, ha megnézitek az Európát, éppen az árapályerők torzító hatása miatt nem csak hogy folyékony az óceán, hanem a tetején levő jégkéreg, a felszíni jégkéreg, az fel van repedezve. Tehát úgy néz ki az egész, mint a Balatonon, amikor rian a jég. Ez a Hát, tudod, mikor menne az egyik legkéresebb amerikai énekesnő a Balaton, Sandra? Ha, ha Rianna, na mindegy, na mindegy, hagyjuk. Tehát, jaj, jaj. De nem? Nem, sajnos nem erről van szó. A lényeg az, hogy ugyanúgy, ahogy a Balaton ryan rianások jelenleg rajta, lényegében ugyanezt történik az Európán, tele van tök egyenes vonalakkal, amik végig keresztbe kasul föl vannak repedezve, és a Galileo űrszonda felvételein be lehetett oda kukucskálni és konkrétan lehet látni, hogy ott egy sötét sávok belsejében konkrétan meg lehet látni, hogy ott sötétebb cucc van, és ez több színkép elemzés is lehet rajtuk csinálni, és akkor kiderül, hogy az bizony alig, hanem ott folyékony víz. Miki, érkezett egy komment is, hogy akik itt vannak velünk élőben, Varg Andrástól, egy ilyen kérdés, ha esetleg tudsz rá válsz, hogy ha a kérek forog, van első ebben az óceánban egy tengeralattjáró szondát küldeni, hmm. A forgás lehetetlenné teszi a kommunikációs kapcsolatot? Ezt, ezt kérdezi. A jégkéreg forgása az olyan értelemben nem probléma, hogy, hogy hát a bolygóval együtt forog. Tehát itt a jég lemezek csúszkálnak egymáshoz képest el, de ezek lassú folyamatok, ez nem okoz problémát. Sőt, az, hogy vannak ilyen repedések, ez kifejezetten e, kedvező, tehát ilyen értelemben a filmre is majd rákanyarodunk, tehát ott is az eredeti cél az volt, hogy egy ilyen repedéshez minél közelebb érkezzenek le, hogy ne nagyon kelljen fúrni, hanem egyszerűen csak a repedésbe bedobod a tengeralatjáródat. A tengeralattjárót küldjünk az Európára, az egy örökzöld téma az űrkutatásban. Tehát ez mindig felmerül, kéne küldeni oda távirányítású tengeralattjárót. Ne olyat, mint amit a Titanichoz vittek le, mert ez... Hát igen, egyébként meg a film, meg ezzel a Titan nevű szerencsétlen járgányjal ellentétben, természetesen az nem merül föl, hogy az Európára élő lényeket, tehát embereket küldjön. Hanem lemerül. Pontosan azok a bolygók, ahol nagyon, nagyon csúnya lenne, ha mi összefertőznénk, mert akkor nem tudnánk, hogy most megtaláltuk az Európás élet, európai életet, nem mint a Európa holdon levő életet, hogy mi fertőztük össze. Szóval ott határozottan ellen javallott, hogy itt emberek sétálgassanak vagy úszkáljanak. Úgyhogy itt alig, hanem a 2061-ben is csak automaták lesznek ott akkor kanyarodjunk is rá a filmre, tehát hogyha például a Marsra se küldtünk még embert, akkor miért küldenénk az Európára egy... Egy, 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 egy hatfős legénységgel. Egy, egy, ember, igen, egy hatfős legénységgel egy, egy űr, Tehát nem lenne nagyobb értelme, hogyha csak tényleg egy fúrást végeznek, és ledugnak egy, azért egy endoszkópot, hogy visszaintegessen a cápali, hogy most nem lenne egyszerűbb egy robotot küldeni? Igen, teljes mértékben igazatok van. Miki, ugye te már szerintem megtanultuk tőled, hogy ha jól emlékszek, hold kőzeteket is, amikor visszahoztak, vagy esetleg még az Apollo küldetésen ott maradt kisebb szerszámokat, és azon is találtak még valami dolgot. Szóval hogy teljes mértékben elképzelhető ugye ez a, ez, a, ez a beszennyezés, ugye? Úgyhogy ebből a szempontból én is a film elején már úgy voltam, hogy ja, akkor megy, megy egy, megy egy legénység az Európán rá, ráadásul. És ez, ez tudjuk jól, hogy nyilván, ha ember is van a képletben, akkor az ahhoz kell rengeteg víz, élelem, oxigén, stb., ami, ami olyan úgymond ö, olyan teher. Hát víz, az nem sok kell, hogyha vízből van az Európa, nem? Csak kidugnak egy izét, De, egy de hogyha olyan cucc van benne, hogy meghalsz, nem tudhatod. Iszol egy kortyot, Oda jönnek, addig bent tartják a levegőt ott meg már úgy is lesz víz. Szóval igen, tehát ezeket magukkal vinni, és ráadásul hogy ilyen hosszú küldetésre, szerintem abban is kicsit talán csaltak, mert most ugye mondtátok, hogy ha jövőre indul a klipper, akkor 2030-ra ér oda. Ott ők, ők, meg csak egy ilyen, nem tudom, pár hónapot. Igen, elég lazára vették így, tehát azért nem, nem úgy nézett ki, mint hogy évekig utaztak volna. Igen, valami nagyon fejlett hajtóművel mentek, de mindegy is. Szóval, ja, teljesen, teljesen úgymond felesleges egy ilyen fúrás, mert hát nekünk már, már régóta vannak ilyen eszközeink, Úgyhogy, mi a ja, kicsit, kicsit így furcsája az ember, de... ugye 2061-ben járunk, tehát 2061-ben, oké, lehet, hogy gyorsan odaérünk, de miért vinnék oda embert? Igen, mondjuk ez a 2061, ez kicsit komikus, mert amúgy szerintem baromi jó a film, és tök hiteles, de azért, hát azért 2061-től többet várnék. Tehát konkrétan az Atlas 5 rakéta startját, amit egyébként idén kivezetnek kb. vagy egy-két éven belül, annak a startját látjuk. Tehát, hogy, hogy ugye ez olyan értemben low budget sorozat volt, hogy nem CGI-oltak egy teljes teljes űrhajós tartott, viszont pont attól lett rohadt hiteles, hogy például a rakétastart, amit láttok, az egy sima, ez egy tisztességes igazi rakétastartja erről, konkrétan az Atlas 5 nevű rakétának a startja, ami egyébként akkor, amikor ez készült, akkor nem szállított még embereket. Elvileg idén már fog, bár inkább csak jövőre. Mindegy, a lényeg az, hogy, hogy hát ha 2061-ben még mindig ilyenekkel mászkálnánk, az kicsit gebrándító lenne. Hát igen, meg mondjuk az, a színészek és szereplők is hát általam nem nagyon ismertek. Nem tudom, hogy ti máshogy vagytok ezzel, hogy igen, a Christian camargo azt nagyon szeretem, meg az Embeth David. Sártó, Sártó Kopli, hogyha jól ejtem a nevét, ő, a, District 9-ba, a 9-es körzet. Ő, ő, volt. Nekem, nekem ő kedvenc színészem, hát nem egy, nem egy a, -A, a, kategóriás. Ő játszotta James nevű karaktert, aki, aki ő hát meg legelőször, azt hiszem. <laughs> nekem ne, őt ismertem. Ő volt a legdrágább, akit szerződtetni tudtak, és ezért ő neki kellett először meghalni. Lehet, igen, igen, igen. A, a, a játék ideje így egy kicsit ő így meg, megfolyatkozott. Az látszódik a filmen, igen, hogy ez nem egy olyan nagyon-nagyon nagy költségvetésű dolog volt, úgyhogy ez, a, ez a talán. De látszódik, tényleg? <gül> <gül> Itt, tehát konkrétan egy, egy, egy szoba. Az, az igazság, hogy... <laughs> egy, egy szoba, és ennyi. Furrealisztikus az egész. Tehát én a minap néztem az ISS-ről egy űrsét a közvetítést, két orosz kiment valamit szerelni, Pont ugyanúgy nézett ki. Tehát őszintén szólva, amit látsz a filmben, oké, okay, világos, hogy az egész az úgy van megcsinálva, tehát én értemben ez tök jó, egy könnyítés úgymond, hogy nem, nem ilyen Csilliviri CGI, bár CGI, abszolút teljesen korrekt CGI van, csak hogy az egész direkt ilyen 640x480 pixeles lebutított, ilyen olyan webkamerák képeiből összerakott, szaggatott, statikus zajos, mindenféle szétsúszós videófelvétel. Nyilván ez egy könny, könnyebbség, de figyeljetek, azért ilyen szempontból azért ez tök hiteles. Tehát mondom, hogy amiket az ISS-ről láttok, az igazi űrállomásról, igazi űrsétákról, azok is kb. pont így néznek ki. Hát jó, az oké, okay, csak hogy ennyi erővel, akkor itt a parallaxisban is forgathatnánk egy ilyen filmet, akkor mi ne az Európára menjünk, hanem akkor menjünk le a Plutóhoz, nem? <laughs> Figyelj, nem tudom, amikor mi, mi élőben leközvetítettük a holdra szállást a szokolébresztőben, a, tudod, a, mármint, hogy nem voltunk ott élőben, mert így még a szüleink voltak kisgyerekek se, tehát, hogy de mindegy, szóval a 50. évforduló tiszteletére a Werner Nolbival mi élőben, idézőjelbe zárva leközvetítettük a holdra szállást, és akkor megállapítottuk magunkat, hogy hát hogy most, most hát ezt a fekete-fehér szutykot, hát most ezt itt, itt leforgatnánk egy webkamerával ebben a szobában, akkor kicsit jobban néznek ki. <tosz> 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 de pont attól hiteles. Tehát pont, szerintem pont az volt a varázsa ennek a filmnek. Nem, nem az, hogy nem volt hiteles vagy realisztikus, hanem a költségvetés sem érződött, de úgymond kreatívan meg tudták így oldani ezzel, hogy ez a found footage en talált felvétellel, hogy ugye archív videólogokból meg ilyen-olyan térfigyelő webkamerák segítségével pakolják így össze a dolgokat, és ilyen szempontból ezt kreatívan hozták, és, és jó volt, csak, csak hát érződött a filmen, igen, azért. Hát meg egy klausztrofobcusz lesz ettől, azért lássuk be. Azért hiányoznak azok a nagy, széles vásznú, nagy panorámák, hogy az ember úgy elpihentesse a tekintetét, a kozmikus tájon, meg minden, helyett gyakorlatilag végig ott vagy hat négyzetméteren vagy, most nyilván túlzok, de de látsz, belülről egy gyűrkabint, pontosabban három-négy helyiséget, de hát az legalább tök hihetően néz ki. Na, na, most van egy, ilyen, van egy ilyen történet, ami elhangzik a filmben, hogy a sugárzási interferencia. Ez, ez micsoda? Ha én azt tudnám. Vagyis... Hogy ez, ez ilyen tudományos búcsít Hát ez alig, ha nem igen. Hát itt valószínűleg arról van szó, hogy valami elektromágneses sugárzást bocsát ki ez az élőlény, ami egyrészt villogásban, másrészt más elektromágneses hullámhoz tartományokban is, például rádió és zavarokat kelt. Tehát ez olyan, mintha egy bazi nagy elektromos angolna, mondjuk. Ugye földön is vannak elektromos állatok. Tehát lehet, hogy el tudod, elképzelhető, hogyha egy elektromos állat odaúszik, az összezavarja a rádióadásodat. Uh -huh. ugye? Tehát, hogy ez, ez szerint ez arra vonatkozik, uh -huh. hogy mert, mert, nem tudom, én, ugye a én sugárzás, már arról is beszélnek, hogy ugye a sugárzás 50 mikrosíver óránként. Mikrosívert. Mikrosívert, bocsánat, szíver, szíver. Radioaktív sugárzás vagy kozmikus sugárzási interferencia olyan lehetséges? Hát figyelj csak, amit a, ugye, ott a, az más, amikor a, arról beszélnek, hogy mennyi a napból jövő kozmikus sugárzás, annak a, azt a sugárterhelést, azt le, a sugárdózist azt lehet mérni szívertben. Ugye ez konkrétan már be, az, az, hogy mennyi az emberi szervezetet érő sugárzás, tehát erre, erre belőtt mértéketség, Na most ugye itt, amikor ezen vekengenek, akkor elsősorban elsősorban két dolog van, ami szóba jön. Az egyik az, hogy hát ugye természetesen van naptevékenység, hát láttuk a filmben, hogy bizony az rontja el a kommunikációjukat is. Bocsi, Miki, ilyen távolságból is lehet ennyire erős naptevékenység? Mert a Földön még azt hiszem, hogy itt okozhatnak zavarokat, de, de még a Jupiter távolságában is? Az az érdekes, hogy valójában én szerintem a Jupiter távolságában igen, de az Európa közelében szerintem nem, és ennek szerintem az az, azért mondom ezt, mert ahogy a Földnek van egy marha nagy mágneses tere, ami lényegében végve, védve tartja mondjuk az ISS-en utazó űrhajósokat, ami miatt ők még több sugárzást kaptak, mint ide lent a Földön, de sokkal kevesebbet, mint mondjuk, ha a Holdon, vagy a Mars és a Föld között félúton lennének. Ez a Jupiternek is van egy brutál nagy mágneses tere. A Jupiteren is van sarki fény, ugyanúgy, mint a Földön, tehát a Jupiternek egy nagy, kiterjedt mágneses tere, és ahol az Európa-kering az ebben jócskán benne van. Ami azt jelenti, hogy igazából a naptevékenységnek a nagyon brutál sugárzós része részével szemben szerintem a Jupiter, maga a Jupiter mágneses tere nyújt amúgy szerintem valószínűleg eléggé megnyugtató védelmet. Más kérdés, hogy azért vannak olyan helyek, például az Io, ahol viszont olyan erős mágneses tere van már magának a Jupiternek, meg magának, a, hogy, hogy, hogy azért oda például nem repülnél be szívesen. Tehát ahogy a Földön is vannak például olyanok, mint a Van Allen övezet, ami olyan a Föld tulajdonképpen elektromágneses terében egy olyan tartomány, ahol nagy a sugárzás, és amit ezért az űrhajósok szeretnek elkerülni, vagy nem belerepülni, ha egy mód van rá. A Jupiteren is vannak ilyen dolgok. De az Európán szerintem nem lenne nagy bajunk. Viszont amúgy meg az, hogy útközben egy, jön egy iszonyatosan nagy koronakitörés a napból, és a szétbarmol egy csomó cuccot, az azt szerintem igen, az, az akár több milliárd kilométer, vagy nem több, több millió kilométer távolságra kifele is még egy legitim probléma lehet. De ez amúgy tök veszélyes már, mint hogy, tehát, hogy még ilyen távolságból is, okozhat ilyen, ilyen típusú ö, károkat. De hát minden esetre a filmben, jó, persze ez hát a kommunikáció, nyilván ez egy dramaturgiai fordulat, ami majd, hogy nem szerintem minden ilyen típusú film előbb vagy utóbb, valamilyen szinten a kommunikáció az meg kell, hogy szakadjon, mert hát nyilván meg kell, hogy szakadjon. De mondjuk, já, tehát azért ezekre felkészülni, rendudánsan vinni eszközöket, szóval azért gondolom a való életbe Ezekre megvannak a megoldások. Mennyi eltolódás lenne, tehát, hogyha már ugye a holdal is, hogyha beszélünk, akkor is már másodpercekben mérhető, hogy mennyik, mennyit kell várni, hogy odaérjen az adás, ezért az Európához szerintem egy... óra környéke. Tehát attól függ persze az is, hogy éppen hol van a naprendszeren verül, de egy 40-50 perc egy irányba, az simán benne van a pakliban. Most ez csak Te úgy... Nekem ez is föltűnt a filmben, hogy ott úgy beszélgetnek azért a központtal, mintha... Hogyha... Igen, de nem tudod, hogy mikor hol tartanak, mert igazából ugye útközben nem tudom, hogy... hogy elértéke már a marsot egyel, mars távolságát. Ugye van egy ilyen kép, hogy a mars mellett repülnek, vagy valami ilyesmi. hát szerintem azért már ugye útközben megszakad a rádió kapcsolat. Tehát az nem volt világos nekem ebből az összevágott jellegű filmből, hogy, hogy hát tulajdonképpen mikor történt ez? Most lehet, hogy volt ilyen, tehát ott vannak számlálók, tudom meg, lehet olvasni, hogy a küldetés hanyadik napján, de ezt nem tudom. De az biztos, hogy tök igazad van. Természetesen, még hogyha a mars távolságánál szakadt is meg a kapcsolat, akkor is minimum egy irányba Ilyen 10-valahány perces, és akkor két irányba 20-valahány perces, vagy fél csúszások simán benne vannak. Tehát, ahogy ezt az, annó az egyetemi vizsgáimon mondták, azért vannak hiányosságok, így a filmben. <laughs> Igen, de meglepően kevés. Tehát azért elég jól megcsinálták, én azt kell, hogy mondjam. Jó, megcsinálták, persze. Csak... Hát végre egy olyan science fiction, amiben a science az többé-kevésbé rendben van. Mm. És inkább többé. Én azért kevésbé. még hoztam egy-két dolgot, úgyhogy majd azt megbeszéljük, ami nem volt annyira rendben. Hát akkor. akkor... Én föl is tenném a kérdést Norbinak, hogy mi nem volt rendben. Um, hát az egyik, és ez nehézem úgy erre a filmnek felrónni, mert akkor gyakorlatilag néhány kivételtől eltekintve, ezt mindegyiknek fel lehetne rúni, amit már említett Miki, hogy ugye az Európa esetén gyakorlatilag a van szó, ami még, még kisebb, mint ami holdunk. Ergo az ottani gravitáció, hát az még kisebb, mint a holdon és amikor ugye leszállnak a főseink, hát én ott nem nagyon vettem volna észre, hogy bárhogy más, hogy mozogtak volna, vagy az eszközök, vagy ilyesmi. Na de azt én mondom, hogy ez kicsit ilyen szörszállásogatásnak tűnhet, mert ilyen szempontból... De várjál, de várjál, hogy kisebb, mint a hold, de, de, nehezebb, mint a hold, nem? Ki fogom számolni egyébként mindjárt a dolgokat. Amit én láttam, hogy tömeg, tömegere kisebb, mint a holdunk. De már mindjárt, Miki megmondja. Hogyha eltekintünk attól, hogy a mi holdunk az egy fehér törpe köré épült mesterségeségi test? Olyan más, másfél méter per szekundum négyzet. Igazából a Földi gravitációnak mondjuk több, mint a tizede, de nem sokkal több. És az egy hetedét találtam, mint ilyen körülbelül körülbelüli beslés. Úgyhogy ott azért már lehet ugrálgatni egész szép magasra. Tehát pici Picit könnyebben, ugye a hold az egy hatod. Tehát igazából könnyebbnek érzed magad az Európán, mint a holdon. Amúgy tök jó, van ilyen cucc, most voltunk rakétafüst kollégával a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban, és ott van egy mérleg, mert ha ráállsz, akkor kiírja, hogy melyik égitesten mennyit nyomnál. A üstökös magtól egészen egy neutron csillagig. Hogy akkor nem kövér vagyok, csak rossz bolygón élek. Ja, ja, ja pontosan, pontosan. Egy, kilőttük a gravitáció, itt is vannak hiányosságok. Jó, igaza Igen. van a Norbiak természetesen. Oké. Okay. Látod, igazából én ezt úgy simán elhittem, hogy hogyha már éveken keresztül, éveken keresztül utaznak, akkor megtanulnak olyan kis delikát módon mozogni, hogy még egy hetet gravitációba se ugorjanak rohadt nem kapkodnak, megtanultak megnyugodni. Na igen, és a következő Norbi. A Jupiter amúgy egy failed star, mondja Var Varga András, vagyis egy bukott csillag. Hát ugye az van, hogy, hogy a Jupiterből egyébként, Jupiter az fura, mert a Jupiterből tényleg több, bizonyos értelemben több hő jön ki belőle, mint ami belemegy. Most egy kicsit leegyszerűsítve fogalmazok meg, de azért a helyzetet, de azért nagyjából igaz, hogy a Jupiter által kibocsátott infravörös sugárzás az több, mint amit elnyel ami egy kicsit már hasonlatossá teszi ahhoz, hogy egy bukott csillag. Ugye a bukott csillag azért mondja, törzshallgatónk, uh, András, mert hogy ugye, hát mondjuk még tízszer ekkora lenne a Jupiter, akkor azért már simán egy barna törpe csillag, vagy akár egy vörös törpe az kijönne belőle, ami azt jelenti, És akkor hogy... lehetne, hogy milyen ilyen dupla csillag, dupla csillagú naprendszerbe érhet. Igen, 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 valószínűleg er, er, erre utal ez a failed star, ez a bukott csillag kifejezés, hogyha a naprendszer kezdetén, amikor összeálltak az ősanyagból ezek a dolgok, kicsit máshogy alakult volna a helyzet, akkor lehet, hogy még több anyag állt volna ott össze, ami mondjuk egy kettős csillagrendszer érzete volna a naprendszert, mint hogy amúgy a legtöbb csillag egy kettős vagy többes rendszer része. Tehát igazából a mi napunk ilyen szempontból eléggé kivételes. És hát igen, hát ha valakinek lenne esélye itt csillaggá válni, az a, az a Jupiter, de azért még kéne hozzá egy kis anyag. Csillag születik. Csillag születik, igen. Konorbi, akkor. Ez volt az egyik, igen. A, ugye, amikor megérkeztek és lefúrtak egész mélyre, és uh, ott Na az, az a rész nekem nagyon tetszett, ahogy így bementek a jég alá. Az jó pofa volt, de nekem nagyon furának tűnt, hogy mintha a, a jégréteg alól alá a fényhez beszűrődne, és akkor ott nézegettek dolgokat. Tehát, hogy ott uh, említetted még ki, hogy az az óceán vastagsága, a 100 km felette lévő jégréteg, az, az körülbelül egy kilométer nagyságrend. Hát az átlag az összeg, Aha. igen, de nyilván ezek olyan helyre szálltak le, hogy ah, minél vékonyabb legyen. És még így is ugye elvétették Jégen, a leszálló helyet. Volt akarom, mélységű... Van olyan rész, amikor konkrétan a lány, az űrsétálló nő alatt beszakad a jégréteg annyira vékony. Tehát ehhez képest valóban kérdés, hogy akkor mi a túrónak fúrtak le napokon át, amikor száz méterre onnan meg annyira vékony volt a jégtakaró, hogy léghorgezni is lehetett volna. Hogy egy olyan ember alatt beszakadt, aki heted annyit nyomott, mint a földön. Hát akkor ott nagyon vékonynak kellett lennie. Hát ott nagyon, nagyon vékonynak kellett lennie. Mert... <laughs> hogy már nagyon vékony jégen járt a csaj. Vagy segített alulról a nagy elektromos csodarája, aki rája kényszerítette, hogy beleessen a pocsolyába. Hát vagy, vagy ki tudja, lehet, hogy olyan meleg a víz, hogy, hogy ilyen hotspotként buzgárokba följön, és ő pont meg. Mert... Ez egy nagyon jó ötlet, mert oké, okay, hogy van ott egy csomó víz, a víz az persze az, az, az fontos, de hát vastag vízrétegről van szó, nagy, sötét, mély óceán, de miért merül föl egyáltalán, hogy ott az Európán lehet élet? Már pedig fölmerül nem csak a filmben, hanem tényleg ez egy teljesen legitim ötlet. Tehát az Európa Clipper is azért kapta meg a pénzt, mert fölmerül ez az ötlet. Tehát azért érdekli az embereket az Európa, mert hogy lehet, hogy ott, ott van élet az alján, mert a Földön is kiderült, hogy vannak ilyen mélytengeri kürtők az óceán ajzaton, ahol ilyen meleg feláramlások vannak, a föld belsejéből jön föl a meleg trutmó. És ott élnek mellett a lények. A Igen, lényen, ott, ugye. tök sötétben ott élnek lények, olyan mélységben, hogy oda már rég nem jut le fény, természetesen, egy cseppnyi egy foton nem sok annyi se jut le oda, ha csak nem éppen a lámpás csápú oda megy, az ilyen kis ja. Uh, izé herezacskóként hozzátapadt hímekkel fölszerelt ilyen, uh, hogy hívják, lámpással. Tehát ha az nincs, akkor ott aztán semmi fény nincs. Viszont uh, kemoszintézis működhet. Tehát olyan folyamat, hogy fény nélkül ezek az extremofil élőlények tudnak ott létezni, és anyagcserét folytatni. És pont arra utalnak ilyen közvetett bizonyítékok, hogy ilyen felpöfögések elképzelhetőek a, az Európa óceánjának az alján is. Ilyen kürtők, ahol így föláramlik ez a cucc. És még egyszer, ez mind, mind a Jupiter árapály hatásának köszönhető. Ezen az Európának valószínűleg forró a belseje, és az egyrészt ugye olvattan tartja a vizet, másrészt pedig ezen feláramlásokhoz hozzájárulhat, ahol akár éldegélhet valami. És hát ugye Katja az talál egy algát. Bizony. És ott kellett volna visszafordulnia a kártyának. Amúgy érdekes, hogy a a filmben ott találják meg az algát, hogy csak megkapargálja a felszínt, a felső égréteget lehúzigálja, és alatta ott van az alga. Hát a valóságban azért ez, ez, így, hát erre azért kevesen fogadnának, hogy ennyire közel a felszínhez ott lenne az Európán az élet. Tényleg inkább az merül föl, hogy a mélységi helyeken, akár 100 kilométer mélyen, ott a kürtök közelében érdekelhet valami. Egyrég lehéz lesz ezt amúgy kideríteni, hogy a 100 kilométeres óceán alján meleg kürtökben mik élnek. De hát az élet utat tör, ugye? És ugye most, hogyha már beszélgetünk arról, hogy mi volt tudománytalan, tehát azért az, hogy kimenjen űrsétálni úgy, hogy még egy mozzak sincsen rákötve a csajra, nekem az fura volt. Tehát egyedül kimegy az Európára úgy, hogy nincs is hozzá kötve. De hát az Apollo programban sem az volt, hogy a hold sétán úgy mentek ki, hogy oda voltak kötve az űrhajóhoz. Egy lehet járni. Én az, az nekem se. Tehát amikor kim voltak az űrbe, az ő űr film közepe fel, akkor ott voltak, és ez teljesen oké, okay, de amikor már nem voltak a felszínen, akkor hát... Uh, miért ne? És egyébként maximum respekt a rendezőknek, mert már elkezdtem fogni a fejem, hogy már megint az lesz, hogy az űrséten ugye volt ez, hogy meg kellett szerelni az űreszközt, mert tropára ment a kommunikációs rendszer, és hát akkor ugye az történik, hogy megsérül az egyik űrhajósnak az űrruhája, aztán a másiké is megsérül, és persze, akkor az egyik űrhajós felveti az ötletet, anélkül, hogy túl sok spoilert mondanék, de fölmerül az ötlet ismételten, hogy gyorsan vedd le az űrruhád, mert hát gyorsan becsukom a zsilipet, és akkor hip-hop átugrasz, visszatartod a levegőt, veszel egy nagy levegőt, és két percet ki lehet bírni űrruha nélkül a vákumban, ami persze explicit hülyeség, és akkor az űrhajósok így erről témázgatnak, hogy próbáljuk meg, de végül nem próbálják meg. Én már fogtam a fejem tényleg, hogy na most megint ez lesz, ami a 2001 szejá óta a legjobb science fiction -öket is, is teljesen tropára vágja ez a hülyeség, hogy ugorjunk át a pontból B pontba űruha nélkül, de nem, nem. Belengetik, de nem történik meg. Lehet, hogy annyira low budget volt a film, hogy ezért, de a lényeg, hogy végül nem követték el ezt a baklövést. És ugye, amikor elindulnak az űrhajóval fölfele, és akkor van ez a jelenet, hogy így visszaesik az űrhajó, azt szerintetek az reális volt? 60 kilót nyomó nő, aki az Európán 10 kilót nyom, vagy kevesebbet, az alatt beszakad a jég, akkor nem merült volna el az jó ott a helyszínen? Hát, figyelj, ott amit mondtunk is, hogy arrébb szálltak le, mint ahol szerettek volna, ott vastagabb volt a jég. Ilyen szempontból én pont azt mondom, hogy ez meg totál belefér, sőt, realisztikus volt, pont a gravitációs hiba miatt, mert hogy, mármint a filmbeli hiba miatt, hogy viszont a felszállás az viszont jóval kevesebb energiába kerül, és simán fel tudnak szállni az Európáról, ugyanúgy, simán fel tudtak szállni az Apollo-küldetés után a holdról is. Nem kell annyi sok üzemelje, mint a Földről. Tehát ez pont segítette. Tehát itt kihasználták a gravitáció adta lehetőségeket, úgyhogy szerintem az ott simán jó volt. Aztán ott ö, útközben meg valami meghibásodott Armán emlékszem, és akkor visszazuhantak. Na olyan szempontból, hogy ott szerintem azt nem biztos, hogy ott nagyon csak egy, egy csak egy, ember, csak egy ember a zuhánás közben, nem a többiek ott túlélték, még egy picit tönkrement az űrhajó. Hát mm, nem tudom, milyen magasra zuhantak. Hát szerintem ez a rejtély, mert Európa rejtély a film címe, de hogy mi volt ebben a rejtély? Hát a, hát a, 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 a lény, az élet, a, ami az a valami, amit találtak. Amúgy az angol címe Európa vagy Európa Report, Európa hát, jelentés. Igen, az a az, 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 az bármikor kibékülök, de az meg nem rejtély. Igen, te Miki, te kerested is az Európa jelentés című filmet. Én kerestem, kerestem, igen. És végül ezt találtam. Tehát beszélgetésünk alapján úgy tűnik, hogy azért ugyanazt a filmet néztük meg. Ami nem kis pálya, amúgy, mert múltkor majdnem megnéztem egy másik filmet, mint amit kellett volna, aminek ugyanaz volt a címe, és aztán gyanús lett. Gyanús lett, nem, szerencsére. Nem árt, ha ugyanazt nézzük meg egy podcast előtt, de hát ebből látszik, hogy milyen profik vagyunk. Vicces tett volna, hogy hány perc után derül neki. Most, most mondja közben a, a fülembe az Ádám, hogy elgondolkozott, hogy tényleg jó filmet nézetette meg velünk, de úgy néz. <gül> 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 nem tudom, nekem tetszett. Kár lett volna kihagyni. Lehet, hogy nem erre gondolt az Ádám, de jó film volt. Jaj. Róla ja. nyomasztó film, ezt tegyük hozzá, de claustrofób. Jó, de zűrőt az első, ez nyomasztó egyébként. Ez az. Tehát azért eljutni a Jupiterhez, az iszonyat nyomasztó, még a holdhoz is szerintem. Tehát... Azt próbáltam amúgy kikölcsönözni a videótékából, tudjátok, amit tavaly előtt az oroszok fizet, forgattak az ISS-en egy filmet. Ah, igen, tényleg. Az, az, az már a... elérhető? Ami, az már kapható? Hát, Vizov kihívás a címe, és igen, az Oroszországban ezt már bemutatták a mozik. És a videótékában csak spanyol hangalámondással oh. találtam meg. Na. No. <laughs> Így azért még én sem mertem bevállalni. Inkább eredetiben oroszul megnéztem volna, de, egy spanyol hangol elmondással. Na de, na de, srácok, nem sokára vég, végződik a, az ingyenes matiné, úgyhogy akkor... <laughs> <laughs> Borcasztóan hangzik. <laughs> <laughs> akkor gyorsan pontozzuk már le ezt a filmet, hogy egy, egy 1-10-es skálán mennyit adná rá, mondjuk Norbi? Nehéz a kérdés, mert ö, amit mondott Miki is, hogy realisztikus volt, voltak benne itt is nyilván hibák, mert mi mindenhol tudunk hibákat találni, de helyén volt a film. Viszont hagyományos filmként meg nekem nem nyújtott azért annyira kiemelkedőt szó. Szóval. Majdnem, hogy mindent már láttunk valahol, ezt a, ezt a talált kamerás dolgot is már azért korábban elsütötték, voltak jobb megoldása is ennek, már láttunk jobb példákat. Ez a kis horroros, klaustrofób érzés, ezt amúgy általában szeretem, úgyhogy emiatt én azt mondom megint, hogy ilyen nem akarok annyira szőrös szív lenne, hogy legyen 6 pont. A klaustrofóbia az tényleg probléma, és maximum respekt a vágóknak. Most megnéztem, hogy ennek a filmnek négy vágója volt, edited by, és akkor négy név van ott, és ezt azért mondom, mert ez 90 perces ez a film, és, és, és ez kimaxolja azt az időt, ameddig egy ilyet bírsz nézni. Tehát, hogyha ez még egy órával hosszabb lett volna, akkor, és, és amúgy lett volna olyan rendezői változat szerintem, akkor én hosszába erre De 90 percet, az még pont talán, pont, pont tolerálható, és nem azért, mert rossz, hanem tényleg azért, mert, hogy Norbi is kihangsúlyoztam, mert ilyen rettentően klaustrofób, és a vágókra való tekintetel, és azért, mert tudományos szempontból nem lett elrontva, szinte tökéletesen hiteles, eltekintve egy-két marhaságtól, de ez mindig van. De ez egy talált felvétel, akkor ezt nem a NASA vágta? Nem, el. nem a NASA, mert, hogy, mint tudod, ezt egy magáncég, az Európa vagy Europa Ventures magánvállalatnak az űrküldetése. Egy szó, mint Nyolc pont. És mit mondasz te? Ö, nekem kifejezetten tetszett, hogy nem voltak benne ilyen hollywoodi ilyen nyál, nyálcsorgatások, meg, ilyen, meg ne, az elején nem tudtad megmondani, hogy mi lesz a végén. Tehát mégiscsak igényelted volna azt a hollywoodi vezetést, ugye? Ez kellett volna neked. Igen, igen, igen. Kellett volna az a, az, a, az a póráz, az a póráz, igen, láthatatlan póráz. Hát én egy 7 pontot adnék a 10-ből neki. És szerintem ez lehet is így a lezáró szó, mert mert nagyon sajnálattal kell közölnöm, hogy, hogy a műsorunk végéhez értünk, de a beszélgetés tovább folytatódik a támogatóink számára. Parallaxissel ebben az évadmon utoljára legközelebb július 20-án érkezünk, amikor is Ádám, Miklós és én várlak majd titeket a kollektív emlékezet furcsaságaival, ami egy x akták rész. Valamint ne felejtsétek el, hogy a hónap utolsó napján YouTube csatornánkon élő parallaxis lesz. Vince Miklós Barkóci Norbi és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.